Az Óbudai Múzeum Goldberger textilipari gyűjteménye az egykori Goldberger gyár épületében várja a látogatókat 2012 óta. A kiállításnak több küldetése is van. Egyrészt bemutatja azt a folyamatot, amely során a néhány fős manufaktúra világhírű vállalattá fejlődött. Másrészt közelebb hozza, érthetővé teszi a textilnyomás technológiáját. Harmadrészt emléket állít a Goldberger családnak is. Ugye a Goldberger család ősei cseh Morvaországból bevándorolt zsidó családról van szó. A 18. század végén először egy kékfestő textilkereskedést nyitnak, és aztán pedig 1784-ben itt ezen a helyen megalapítanak egy kékfestőműhelyt. A kiállítótérben megismerkedhetünk a kékfestés folyamatával, lépéseivel. Ezen a textilen a leges-legelső folyamat eredményét látjuk, amikor a fehér textilt a különféle mintafákkal, amiket módliknak is neveztek, rákerül a papnak nevezett egy ilyen szigetelő anyag tulajdonképpen, ami majd megóvja a textilt attól, hogy a befestésnél ott kék legyen. Itt hát egy olyan első-második festés utáni fázist látunk, ugye látjuk itt ezt a zöldes anyagot, hogy ez ott van valóban még a festett textilien. Körülbelül ilyen fél órát hagyták benne az indikócsávának nevezett festékben ezt a textilt, és nagyon érdekes, hogy fölhúzva először ez sárga, aztán zöld és kékké varázslódik tulajdonképpen az oxidáció folyamata során. Olyan 8-10 merítés kellett ahhoz, hogy egy ilyen sötétkék szint nyerjünk el, és ezen a csillagráfon pedig tulajdonképpen a végeredményt láthatjuk. Itt már lekerül ez a szigetelő anyag, egy savas fürdőben tulajdonképpen lemarják róla, és ugye látjuk, hogy gyönyörűen alatta megmarad az a minta, amit előzetesen lefettünk. A mintákat kézzel, nyomódúcok segítségével vitték fel az anyagra. Ebben a vitrínben kékfestő nyomódúcokat láthatunk. Ezek zömmel, kemény fából készült alapra megalkotott nyomódúcok, és hát nagyon-nagyon aprólékos, finom munkáról beszélünk ezeknek a mintafáknak az esetében, hiszen láthatjuk, hogy különféle kis részszegecsekkel és ilyen rézlemezek beütögetésével készültek el tényleg hosszú-hosszú hónapok alatt ezek a fák. A kézi nyomást gépiesítette az egyszerűbb minták esetében a perrotin gép. Ilyen szerkezete Magyarországon először a Goldbergereknek volt. Itt láthatjuk ezt a perrotine gépet, és a lényege ott alul látható, ahol látjuk, hogy ezt a perrotine mintafát behelyezték alulra, és szakaszosan alulról először a nyomó pépet vette föl magára ez a mintafa, és aztán a kelme továbbításával megnyomta alulról tulajdonképpen a szigetelő péppel a fehér kelmét. A 19. század vége, 20. század eleje a mindent átható modernizációról szólt. Rövid idő alatt 5 hengernyomógépet is vásárolt a Goldberger család, amik már nem csak kék festésre, hanem egyszerre több szín nyomására is képesek voltak. Az volt a technológiának az újdonsága, és egy ilyen interaktív elemmel ezt meg is próbálom szemléltetni, hogy minden egyes színmintához külön-külön henger készült, és ezek a hengerek egyszerre nyomták meg az adott textilt, tehát mondjuk volt egy henger, ami ilyen kis levélkéket nyomott a textilre, miközben egy másik hengerről rákerültek mondjuk ezek a rózsaszín minták, és így tovább. Valójában összeállt a folyamat végén az adott minta. Ugye pontosan ez volt a hátránya is, hogy mondjuk maximum 12 hengert lehetett ebben a gépben hasznosítani, ami azt jelentett, hogy maximum 12 színű lehetett az adott minta. A két világháború között Goldberger Leó vezetése alatt virágkorát élte az üzem. Megszámlálhatatlanul sokféle színes és dekoratív textilt gyártottak. A mintakönyvekben tárolták a különböző mintákat, voltak olyan mintakönyvek, amik a tervezők által elkészített, kézzel megrajzolt papírlapokat tartalmazták, és voltak olyanok is, amik a gyártási folyamat végén a különböző textilek egy-egy darabját tárolták. Itt például bútorszöveteket láthatunk, itt pedig kendő mintákat. Mindez a változatosság úgy jöhetett létre, hogy a korábbi technológiát felváltotta egy új eljárás. A rollfotó valójában a hengernyomást korszerűsítette. A hengernyomásnak ugye a neuralgikus pontja gyakorlatilag a maga minta hordozó felület, ez az a henger elkészítése volt, ami kézivéséssel tulajdonképpen több hónapot is igénybe vett, és a Pallasz Nyomda munkatársa, Tausz Sándor feltalálta a rollfotót, ami egy fotomechanikai eljárás, vagy gyakorlatilag ezzel az eljárással kerül a minta a hengerre, ami azt jelentette, hogy a több hónap az pár órára csökkent, és ezzel elérhetővé vált több ezer, több tízezer minta évenkénti lenyomása is. A 20. század első felében megjelentek a szintetikus anyagok. A legfontosabb kérdés az volt, hogyan lehet a drága és nehezen előállítható sejmet valami mással pótolni. Hát mindenféle műselyem cérnákkal kísérleteztek. Ennek az lett az eredménye a Goldbergerekre nézve, hogy kifejlesztettek egy német műselyem cérnából, a Bemberg selyem cérnából egy termékcsaládot, aminek az első terméke 1929-ben Parizet néven került forgalomban. És azt mondták erről az anyagról, hogy tulajdonképpen a gazdag nő öröme és a szegény nő luxusa, mert imitálja ugye a sejmet, viszont ez errából kifolyólag a szegényebb tömegek számára is elérhető ez az anyag. A Goldberger család és az üzem aranykora a II. Világháborúval véget ért. Goldberger Leót, a család és a gyárfejét zsidó származása miatt elhurcolták, Mauthausenben vesztette életét. A Goldberger gyárat 1948-ban államosították, gyakorlatilag elvették a családtól a gyárat, és itt olyan termékeket láthatunk, amit hát zömmel a felhívásunkra volt Goldbergeres dolgozók adtak be. Egyébként nem messze innen volt egy mintabolt is, ahol különféle textileket lehetett vásárolni, illetve a dolgozók haza is vihettek bizonyos időközönként bizonyos mennyiségű itt gyártott textilt. Ugye az az érdekesség ennek a korszaknak, hogy nagyon sok ruhát otthon készítettek el az asszonyok maguknak, és itt például láthatunk egy ilyen tipikus szocialista otthonkát, hát nem igazán bőrbarát anyagból készült. Az üzem lassú minőségromlással ugyan, de egészen 1997-ig működött. 2012 óta pedig újra régi fényében ragyog, még ha a funkciója más is lett. Az Óbudai Múzeum Goldberger textilipari gyűjteményének ad helyet, hiteles emléket állítva a gyárnak és a nagymúltú Goldberger családnak.